Nagyon sok szeretettel köszöntök minden egyes volt kollégámat, minden egyes jelenlévőt. Én azt hiszem, hogy mondhatom nyugodtan azt, hogy örömmel tölt el, hogy itt lehetek. Itt lehetünk mindannyian, itt lehettek velem együtt. Azt hiszem, hogy ez most már lassan elvárás lehet egymással szembe, mert annyira korosodunk és úgy fogyunk. Én nem akarom szaporítani a szót, én nagyon örülök annak, hogy még ennyien is összejöttünk. Két évente, én kértétek tőlem egy időben, hogy évente csináljam. Nem hívom össze évente a társaságot, nem azért, mert nem volnak rá képes, hanem azért nem, mert én úgy érzem, hogy ez így megközelítőleg vonzó, évente meg lehet, hogy egy kicsit soknak tartanátok. Jó, tehát nem is szaporítanám a szót, nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy itt van, és érezze jól magát. Kedves munkatársaim, kedves barátaim, és nagy tisztelettel köszöntök mindenkit ezen a találkozón, és tényleg nagyon örülök, és nagy öröm az, hogy ismerős arcok így évtizedek után is újra itt állnak az ember mellett, vele szemben. Az is nagyon érdekes, amikor elmegyünk egymás mellett az utcán, lehet, hogy sokszor, akkor talán meg se ismeri az ember az idők eltelése miatt egymást, és itt azért mégis tudunk, ha pár szót is beszélgetni, egymás szemébe nézni, és picit értékelni az elmúlt, most már nyugodtan úgy mondhatom, évtizedeket. Nagyon nagy iskola volt ez a GANZ itt a környéken, és egy meghatározója volt a környék iparosodásának. Tulajdonképpen az eredete a nagy GANZ-mávakból eredt, és jött, ahol egy hihetetlen nagy tudásanyag gyűlt össze, és ezt próbálta itt is továbbadni az itteni szakembereknek sikerrel, azt lehet mondani, és ezekből az emberekből alakultak aztán a rendszerváltozás után azok a cégek, ezeknek az embereknek a segítségével, amelyek mind a mai napig élnek, illetve egy jó néhány ideig még funkcionáltak annak idején, aztán különböző okok miatt eltűntek az ipar területéről, elsősorban gazdasági problémák miatt. Én azt hiszem, hogy mivel egy ilyen meghatározó iskolában dolgoztunk, nyugodtan mondhatom annak, pozitívan és nagyon jól értékelhetjük, és legyünk büszkék arra, hogy egy ilyen cégnél voltunk. Az a baj sajnos, hogy már nagyon kevesen vannak, akik aktív állományban dolgoznak ezeken a helyeken. Karcsinál többek között található néhány igazi régi ganzos, úgy mondom, hogy régi ganzos, a nálunk lévő cégnél is volt és vannak régi ganzosok. És ez egy jó érzés. A másik jó érzés az, hogy így személyesen tudunk itt találkozni, és a probléma pedig az, hogy azért, ha úgy Isten igazából belegondolunk a 90-es év létszámába, ahányan dolgoztak itt, és ha azok most mind itt lennének, azzal lenne jó, hogy együtt eltölteni néhány órát. Sajnos az idő megy kőkeményen, és nem vesz figyelembe semmit. Én kívánok mindenkinek jó szórakozást, jó beszélgetést, jó egészséget. Én sose értettem gyerekkoromban, miért mondanak idősebb emberek egymásnak ilyet, hogy jó egészséget. Most már értem. Ezt kívánom mindenkinek, és itt én is szeretném megköszönni, akik ezt megszervezték, akik ebben odaadóan közreműködtek. Elsősorban ugye hallottam, hogy Katikának a nagy munkája, tényleg látom a mögötte lévő szervező, és olyan munkát, hogy amelyik létrehozta azt, hogy itt lehetünk, és ennyien itt lehetünk, és jól éreztetjük magunkat, beszélgethetünk egymással. Még egyszer kívánok mindenkinek sok sikert, jó egészséget, és minden jót az életben. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Hello!
sőt felszárítani, úgy sem tudod. A szelet megfordítani, úgy sem tudod. Ujjait közül a kor, úgy száll, mint szürke por, és a perc hordja el. Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmot visszahozzák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyon. Az álmot meg nem álmodni, úgy sem tudod. Az érzést elhallgattatni, úgy sem tudod. Ujjait közt a kor, úgy száll, mint szürke por, és a perc hordja el. Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmod visszahozzák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyon. Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmod visszahozzák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyon.